Minden évben az 1944-45-ös vérengzések emlékére állított szobornál emlékeznek meg az áldozatokról. Az idei gyászrendezvényt megelőzően a vergődő madár eltűnt. Ez nem egy vagyon elleni bűncselekmény. Ez nem lopás. Ez nem fémlopás. Ez egy arconcsapása a normális Szerbiának. Ha úgy tetszik, arconcsapása a vajdasági magyar közösségnek. És ilyen szempontból, hogyha ezt az arconcsapást nem követi egy erőteljes visszacsapás, akkor igenis derékba törhet a folyamat. A rendőrségnek elsősorban az elkövetőket kell előkerítenie, emelte ki Pásztor István, majd hozzátette, a szerb kormánynak továbbá hatályon kívül kell helyeznie a 44-45-ös közigazgatási döntéseket. Ha ez megtörténik, a kormány képviselői koszorúzhatnak Szabadkán. Addig azonban nem, mondta Pásztor. Én fontosnak tartanám, és ilyen értelemben meghívást is fogok majd továbbítani a szerb kormány irányába, hogy a szerb kormány november 2-án jöjjön el és először koszorúzzon. A temető 44-es parcelláján 852 embert öltek meg. A mintegy 400 kg-os bronz turulmadarat ábrázoló szobor Kalmár Ferenc szabadkai szobrászművész alkotása, aki egy hete hunyt el.